bemutatjuk, hogy a magyar gazdák, az élelmiszeripari vállalkozások a legnehezebb körülmények között is képesek voltak biztosítani azt, hogy a lakosság ellátása megfelelően magas színvonalú legyen, az ország az export bevételeihez hozzájusson, és ezáltal a vidéki megélhetés is nagy mértékben segítette. Pedig nem volt könnyű dolga a gazdáknak. Többek között erről beszélt Fazekas Sándor, volt vidékfejlesztési miniszter, a Megvédjük a magyar földet, kiállunk a magyar gazdákért címmel tartott Agrárfórum előtti sajtótájékoztatón. A volt tárcavezető elmondta, sok segítséget kaptak a gazdák az elmúlt 10-12 évben, és továbbra is számíthatnak a támogatásra. A vidékfejlesztési támogatások különösen az elkövetkező néhány évben fognak majd nagymértékben nőni, és ez a feldolgozó kapacitásoknál, az élelmiszeriparnál, a gépesítésnél, a legmodernebb technikáknak az átvételénél, agrárdigitalizáció, precíziós termelés is éreztetni fogja majd a hatását. A kormány gazdabarát politikát folytat, ez a akár a földtörvénynél, amely a földet ténylegesen művelőket hozza a helyzetbe, a családi gazdaságoknál, ahol a családi gazdaságok átadását, a generációváltás segítő rendelkezések épp úgy hatályban vannak, mint hogy a családi gazdaságoknál családi agrárcéget lehet létrehozni, mind-mind kormányzati intézkedés, de a magyar mezőgazdaság és az európai mezőgazdaság alapját jelentő területalapú támogatások és más terméshez kötött támogatások is rendelkezésre fognak állni az elkövetkező időszakban, illetve a vidékfejlesztési támogatásokon belül kifejezetten a termékek magasabb feldolgozottsági szintjét segítjük majd elő, illetve az, hogy ezáltal a piacra jutása a termelőknél minél nagyobb helyi jövedelemnek a képződése az meglegyen, így munkahelyek tudnak létrejönni, és a magyar mezőgazdaság illetve a családi gazdálkodókat is el tud mozdulni abból a helyzetből, hogy alapanyagokat állít elő, esetleg félkész terméket, kész termékek irányába mutat a fejlődés, és ez örvendetes itt Szekszárdon, ahol borvidéken vagyunk, helyi termékek vannak, ismert termékek is, amelyek közvetlenül eljuthatnak majd a fogyasztókhoz. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, jó irányba haladnak. Elmondhatjuk, hogy a magyar mezőgazdaság egy folyamatos növekedési, erősödési pályán mozog. Sikeres magyar vidék nélkül nincs sikeres Magyarország. A magyar gazdatársadalom, a vidéken élők munkája, az élelmiszerfeldolgozás, az élelmiszergazdaság az elmúlt években is bizonyította azt, hogy mind a lakosság ellátásához, az ország termelés bővüléséhez, a minőségi termékekhez, agrárexporthoz, egyáltalán az exporthoz a kivitelezés nagy mértékben hozzájárult, és ebben a gazdák teljesítménye meghatározó szerepet töltött be. Látszik az, hogy ha nehéz időket élünk meg, elég a világjárványra gondolni, állatbetegségek, sertéspest is, baromfi influenza sújtott bennünket. Háborús helyzet van kialakulóban a szomszédságban. A mezőgazdaság, a vidék mindig egy olyan szidád alapot jelentett, amire lehetett számítani. És a magyar mezőgazdasági termelés az bővült az elmúlt időszakban. 2010 óta mintegy 60%-kal nőtt a kibocsátás, ez egy történelmi rekordnak is felfogható, és szinte minden jelentős termékünknek a termés átlaga vagy a jövedelmezősége, esetleg mind a kettő is bővült, növekedett, és a mezőgazdaságnak a műszaki technikai ellátottsága, a termelési háttér is örvendetesen erősödött. A volt tárcavezető azt is elmondta, miért tartja fontosnak ezeket a személyes találkozásokat. Itt el tudja mondani mindenki a gondját, baját, és a döntéshozók legyenek akár a kormány, a végrehajtó szervek vonalán, akár a parlament vonatkozásában össze tudjuk gyűjteni azokat a véleményeket, amelyek segítik a munkánkat, illetve azt, amit mi vállaltunk, hogy képviseljük. És mindig vannak olyan bölcs, megfontolandó javaslatok, amiket utána tovább tudunk vinni, és ez megjelenik szabály formájában, valamilyen támogatási vagy pályázati konstrukció vonatkozásában. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője a találkozón hangsúlyozta, amikor lezárul egy ciklus, érdemes visszatekinteni, hogy az egykor kitűzött célokat sikerült-e elérni. Többek között erre is jó volt ez a fórum. 2010-től fokozatosan megerősödött a vidéknek a szerepe a magyar társadalomban és a magyar gazdaságban egyaránt. Amikor 2010-et írtunk, akkor jellemzően a falvak elnéptelenedtek. Lehetett látni, hogy rossz állapotban vannak a közutak, a középületek, az egészségügy és az oktatási intézmények.
És hogyha most visszatekintünk, akkor lehet azt mondani, hogy egy sikeres vidékfejlesztési időszakon vagyunk túl. 2010-ben még az egyéni mezőgazdasági vállalkozások, vagy akár gazdasági formában, de családi vállalkozásoknak a létében sok bizonytalanság volt, de ha most visszatekintünk, akkor lehet azt látni, hogy sikeres mezőgazdasági vállalkozások vannak az elmúlt 12 év mögött, akik vidéken élve azt a vidéki életformát választják, aminek köszönhetően a gyermekek is ott nőnek fel, ott járnak iskolába, és tovább viszik, most már második, harmadik generációként a mezőgazdasági vállalkozásokat, amelyek az elmúlt időszakban jelentősen megerősödtek. Összességében azt gondolom, hogy mind a vidékfejlesztésnek az infrastruktúrája, a társadalmi környezete, a gazdasági lehetőségei és a vállalkozásoknak a jövedelmezőségében nagyon komoly változások voltak, és ma már a magyar vidék az egyre versenyképesebb az Európai Unió hasonló szerkezetű országaival. Az, hogy a jelenleg zajló orosz-ukrán háború milyen hatással lesz a magyar gazdaságra, nehéz felmérni. De az biztos, hogy minden szomszédos nemzetnek alkalmazkodnia kell a helyzethez. Minden esetre Magyarországnak termelnie és dolgoznia kell tovább, azért, hogy az ország előrébb haladjon, hangzott el a találkozón.